nyilván gyerekkoromban az első dolog, amire gyűjtöttem húsvétkor is a locsolkodó pénzem ráment, az egy Csepel tacskó bicikli volt, ami most nagyon old school lenne, de akkor irdatlan égő volt. Én rengeteg dologgal nem vagyok tisztában, amivel kellene, tehát hogy állítólag zebrán át kell tolni, vagy hogy működnek ezek a dolgok, szerintem engem százszor meg lehetne büntetni, ahogy biciklivel közlekedek. Itt van mögöttem ez a rengeteg lemez. És például ezért a lemezért, ezért a Sly and the Feministone lemezért életem egyik legnagyobb biciklis kalandjában kellett részt vegyek. Miamiban szerettünk volna elmenni egy olyan lemezboltba, amit megnéztünk a térképen, és szinte a városnak a másik végén volt, ami mindenféle utakon keresztül GPS nélkül forgalomban, szembe, sötétbe toljuk a biciklit, mert egyszerűen le volt zárva az a híd, és nem lehetett átjutni a másik oldalára. Oda telefonáltam a kölcsönzőbe, hogy 7 óra előtt, 7 óra után 10 perccel ott leszünk, és még legyenek szívesek, várjanak meg. 80 km kőkemény biciklizés, az 3 napig tengerparton csak fekvéssel telt az idő ezután.